Szombattól új műsorsávval és hosszabb adásidővel jelentkezik az Otto című riportmagazin műsorunk. Ezen a héten például riportereink az ellenzék jelenlegi politikai helyzetét mérték fel, majd annak is utána jártak, hogy vajon miért került ki a lovaglás az öt tusa versenyszámából. Hazai és nemzetközi politika, országos hírek, aktualitások és közélet. Ilyen és ehhez hasonló témákat dolgoz fel a Hír TV stábja minden héten az Otto című műsorunkban. A kérdésekre többek között Gajdics Otto keresi a választ, most már hosszabb időtartammal. Ahhoz, hogy szabadabb legyen a mozgásterünk, és mindig a téma döntse el, hogy mekkora anyagot készítünk belőle, ne pedig a kényszer, ezért úgy döntöttünk, hogy ha 40-45 percben foglaljuk össze a heti mondandónkat, akkor ebben elfér egy hosszabb, egy-két, akár rövidebb, és akkor ezzel izgalmasabbá, változatosabbá, pörgősebbé tudjuk tenni a műsort. A műsor eheti témái között szerepel a hamarosan induló őszi politikai időszak is. A baloldali politikusok is nagy energiával és változásokkal vágnak neki ennek az időszaknak. Az LMP például külön utasként folytatja pályafutását az ellenzéki térfélen. Ki az, aki csak szavakban képviseli az ellenzéki politikát, és ki az, aki tettekben is? Az LMP tettekben is, és eddig a napig főleg civil szervezetek, civil szereplők, magánszemélyek csatlakoztak ehhez az akcióhoz, de természetesen van egy-két országgyűlési képviselő is, például Tordai Bence, aki gyűjti az aláírásokat, polgármesterek segítenek, de érdekes módon a többi ellenzéki párt valahogy, mintha még a nyári álmát aludná. Azonban nem csak a politikában, hanem a sportvilágában is számottevő változások szemtanúi lehettünk. A Nemzetközi Öttusa Szövetség nem olyan rég arról döntött, hogy a sportágban a párizsi olimpia után a lovaglás helyére akadályverseny kerül. Összetett oka van annak, hogy a lovaglás kikerül az öttusából. Természetesen az egyik ok az, hogy mindig a rendező országnak kell biztosítani a lóállományt. És hát információnk alapján úgy tudjuk, hogy Los Angelesbe ha lóval kéne öttusát rendezni, akkor a rendezők ezt nem vállalták, ez az egyik ok. A másik ok, amit Tokióban láthattunk, hogy a német kislánynak voltak problémái a lóval, és erre volt ráhúzva és ráfojtva az a történet, hogy az öttusázók kevésbé tudnak úgy lovagolni, de ez csak utolsó csepp volt a pohárba. Martinek János hozzátette, nagy költséggel bír a helyes lótartás, amit nem minden ország tud megengedni magának. Guzi Blanka, magyar öttusázó részt vett az idei ötkarikás játékokon. A fiatal sportoló lány úgy gondolja, méltó búcsú volt az, hogy részt vehetett az utolsó olyan olimpián és világbajnokságon, ahol még szerepelt ez a versenyszám. Nagyon jó érzésű pályákkal zártam ezt az időszakot, és tőleg úgy szálltam le a lovakról, a lovaimról, hogy el se hittem, hogy ezek az utolsó lovaglások. Nagyon szomorú vagyok miatta, hogy ez most lezárul, ez a korszak, de másrésztről viszont így öttusázóként mindig keresem a kihívásokat, és mindig próbálok alkalmazkodni az új helyzetekhez, úgyhogy ez is most egy kicsit olyan, hogy próbálom onnan megközelíteni, hogy egy új kihívás jön, új fejezet jön, és ez milyen izgalmakat tart. A teljes riportokat szombaton este 18 óra után láthatják Otto című műsorunkban, itt a Hír TV-n.